A Jussgyula utcai egykori bölcsöde épületét már évek óta úgynevezett közösségi háznak tartják számon, ugyanis hétről hétre megtelik nyugdíjasokkal, akik itt tartják klub délutánjaikat, ünnepségeiket. Legutóbbi összejövetelükkor nagy volt a várakozás, hiszen arról kaptak hírt, hogy meglátogatja őket Farkasréva Erzsébet polgármester, valamint Mágori András József, a városrész képviselője. Még az új évben megkerestem polgármester asszonyt, hogy voltak itt különféle beruházások, de azért a szórakoztatásnak még lehet híja. Pont ez emiatt javasoltam, hogy esetleg az önkormányzat nem tudna vásárolni egy nagyképernyős televíziót, amiben mindent meg tudnak nézni, ráadásul még kábel TV bekötés is lesz, internet, stb. És ő azonnal igen, mondott, aminek a körzet képviselőjek, én nagyon-nagyon örültem, remélem annyira örülnek önök is, úgyhogy nézzék, élvezzék egészséggel minél hosszabb időn át, és hogyha bármi probléma van, akár a fűtése, vagy ezzel nyugodtan szóljanak és intézzük. A klub épületen az elmúlt időszakban számos felújítás történt. Legutóbb a fűtőtestek cseréjével tették még komfortosabbá az odajáró közösségek mindennapjait. Valóban fontosnak tartjuk azt, hogy a közösségi házainkban, épületeinkben minden olyan eszköz, illetve megfelelő bútorzatot próbáljunk akár megújítani, cserélni, amire szüksége van tulajdonképpen az ott lévő civil szervezeteknek, illetve nyugdíjas klubok tagjainak. És itt igény érkezett arra vonatkozóan, hogy jó lenne itt a téli esti órákban esetleg, vagy késő délutáni órákban tévézési lehetőséget biztosítani. Képviselő úr ezzel megkeresett, és természetesen, mint más helyszínen és más épületeinkben is rendelkezésre bocsátottunk már ugye televíziót, így ennek a kérésnek eleget téve. Adventi időszak helyett most új évkor szerettük volna önöknek átadni. 13 éve vezeti az Újvárosi Nyugdíjas Klubot Szabó Zoltáni, mivel a társaság javarésze szépkorú, már kevésbé járnak el kirándulni, ezért inkább közös főzéseket szoktak tartani, névnapi és születésnapi rendezvényeket. Minden héten van egy külön vegyes, az így hétfőn vagyunk, akkor aki tetszik itt látni hátulról, ezek a 12-en vannak még biliárdos fiúk, kártyáznak, biliárdoznak. Ezek vannak hetente háromszor, kedden, 8-12-ig, csütörtökön szintén 8-12-ig, és vasárnap szintén 8-12-ig. Még mögött hétfőn vagyunk, 2-től 5-ig. És akkor ilyenkor ez a hétfői az ilyen vegyes. Hát például most is majd van egy piroskánk 3, így a héten az lesz, én is az vagyok. És 3 van belőlünk, és akkor most az első már tartja majd a kis sütemény kávé. A televíziót minden közösség használhatja majd, akik a klubházban összegyűlnek.